A pollennaplót mutatja be a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársa. A személyre szabott naplóban az allergiások hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollen koncentráció összefüggéseiről. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet és a Bécsi Egyetem közös együttműködésében a pollennapló most már magyar nyelven is elérhető az interneten. Itt az allergiás tünetekkel rendelkezők vezethetik a tüneteiket és figyelhetik az összefüggést az aktuális pollen koncentrációval összefüggésben. A pollenszórás ellen úgy lehet legjobban védekezni, hogy a szellőztetést a minimálisra kell csökkenteni, a ruházatot és a hajat többször kell mosni, akár minden este, mert abban is megtapadhatnak a pollenek. Egyre tovább emelkedik, és többfelé érhet el magas szintet a nyír pollen koncentrációja, magas lehet a kőr is, a ciprusfélék, a tiszafafélék, valamint a kevésbé allergizáló nyár pollen koncentrációja. Közepes koncentrációban van jelen a juhar és a fűz pollenje, jelenleg a légkörben. Fontos azonban, hogy a pollennapló nem helyettesíti a szakszerű ellátást, így akinek a tünetei súlyosak, annak érdemes orvoshoz fordulnia.